Az ötlet ez azt hiszem 5 évvel ezelőtt indult, amikor jó napok keretén belül, nem is emlékszem pontosan, egy valamiféle diskurzust akartam egy ilyen túllépve azokon a kiállításokon, amit eddig csináltunk, a nagy kiállításon, amit Davoson, illetve túl kicsit a trafikon. Meghívtam olyan művészeket, akiket kiállítottunk, akiket kitüntettünk, hogy összehozzuk szemtől szembe a hétköznapi emberekkel, és ebből kialakult egy nagyon kedves diskurzus. Beszéltünk művészetről, beszéltünk a gicsről, beszéltünk a hobbiról, az amatőr bájról, és akkor gyakorlatilag erről szólt a dolog, hogy semmi mumus nincsen ebben a művészetben. Ez egy hétköznapi dolog, és ez egyfajta minőséget jelent a tárgyak világába, illetve a szellemi tudomány, vagy irodalom, vagy bármilyen más szellemi világban is. Idén olyan vendégeket hívott meg a Trafikkör, akik a saját szakmájuk és jól kiépített karrierjük mellett elkezdtek valamilyen más hobbi tevékenységet folytatni, amiben szintén sikeresnek bizonyultak. Mindenki számára egyfajta példa tud lenni, ha ezt publikussá teszem. Mindenki belindíthatja tudatosan azt, ami egyébként ott van minden emberben, hogy barkácsol, ezt azt csinál, tehát azon túl, amit a hétköznapi mindennapokban végez, és ez mindenképpen a lélekre egy jó hatással van, és gyógyít, és gyakorlatilag azt mondom, hogy kiválthatna akár néhány gyógyszert is, azáltal örömet, boldogságot okozna magának, és nem a tévéből, bárhol más kicsikét kényeztető helyről szerezné be ezeket a mentális táplálékot, hanem maga hozná létre, belül keresné meg a boldogságot. Na most elmentem, de igazán ide akar ez az egész kiukadni, és ők csak egyfajta minták így kirakva kirakatba, hogy ők azok az emberek, akik ezt megcsinálták, és bárki követheti, és összehozva őket, ezt egy diskurzusá véve bízom benne, olyan energiákat tudunk kiközvetíteni, ami néhány emberbe akár el tud indítani egy ilyen folyamatot. A beszélgetés fő kérdése az volt, hogy kiben, mikor jött el az a pont, amikor a hobbiát publikum elé merte tárni, vagy bemutatásra érdemesnek érezte. Az est második felében két személynek adták át az év alkotója díjat. Hát az egyik Balog Eleonóra lesz, kicsikét később kapja, és ezért is lesznek ketten, mert nem tudjuk követni az évek számával azt, akiket mi értékelünk, aki gyakorlatilag most már két olyan munkát helyezett el Dabason, az egyik ugye a Triptihonya ravatalozónak, a másik pedig a Gyóni Géza plasztika, illetve nevezhetjük szobornak, de üvegplasztika, ami egyrészt nemzetközi szinten ismerté vált, és egy olyan értékes darabot jelent Dabasnak, ami gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy büszkélkedhetünk erre majd a későbbiekben, mint ahogy a kúriáinkra büszkélkedhetünk. Örök és maradandó és klasszikus tárgyakat helyezett el. Ő lesz az egyik, a másik pedig Atalai Zita, aki lelkesedésével, biztatásával és sokszor munkájával nem csak része a Trafikkörnek, hanem gyakorlatilag ő független alkotója, ő pedig az idén Ferenczi Noémi díjat kapott, ami a designer szakmában, belső építész, illetve a iparművész szakmában az Ibül díjnak felel meg. Itt jobban ismert az Ibül díj, az építészeti díj, és pluszban Hungarikummá van beterjesztve a Szegedi Papucsa, amit bemutattunk a Trafukba, ami egy nagyon nagy szenzáció számunkra, és hát az, hogy Dabasi kötődése van, ez mindenképpen azt hozta ki, hogy ezt valahogy el kell ismerni. Úgyhogy ők ketten kapják.